kiáltsuk mindannyian! Pipkos mi kentyű! Na gyerekek! Mi a mai pipkos mi kentyű? Nico Rosberg visszavonul a Forma 1-től, hivatalos Pitlane Extra Podcast, itt van velem AMG. Jó, mindenkinek. Hát mi történik itt? Nekem folyamatosan pittyegett a telefonom, nem voltam telefon, illetve gép közelbe. És igen, nagyon sok néző írta, hogy olvastam, láttad, tudtad, tényleg, mi van? Mondom, mi van? Ez igaz? Először én sem akartam elhinni, mert először pont azt a cikket láttam, amit te most kiraktál a live-ba, az uh-huh. egy, a GP live-osokat, de hát én meg nem veszem őket, komolyan ostobáknak tartom amúgy. Aha. De aztán, ahogy felmentem a Rosberg Facebookjára, meg a Mercedes.com-ra, ott már mindenki volt írva, úgyhogy... Hát ez nagyon... Teljesen letaglózott, úgyhogy nem... Azt mondta a magyarázatnak, hogy 25 éve csinálja, az életét odaadta, már majdnem a fél életét azért, hogy világbajnok legyen, és most már családjával akar lenni. Uh-huh. Itt a lehetőség, fizessük be Zsoltit a Mercibe, írja József. Hát gyerekek, na! 10 évet nyomott le. 10 évet. Gyönyörű. Na de ki lesz helyette? Itt már itt van egy olyan cink, hogy Alonso már sátrazik a Mercedes csárra. Ah, azt láttam azt a képet. Hát nagyon föltözvágott. Figyelj, láttam egy nagyon jó kommentet, aminek nagyon nagy igazat adok. Figyelj, ezt mondták, ha a Merci nyugalmat akar, akkor Wehrlein-t igazolja le. Igen. Nem akar nyugalmat, akkor Alonso. Érted? Igen. Mert ha leigazolra Wehrlein-t, akkor egyértelmű, hogy 10 éve is Hamilton Alonso volt. 7-be, most meg 17-be is ez lenne. Hát... Megesett. Abszolút megesett. Abszolút megesett. Teljesen földhöz vágott ez a dolog amúgy. Nem akartam elhinni, mondom. Mikor felmentem a hivatalos oldalakra, akkor láttam. Nagyon kemény. De hogy rúgják ki a Miltont, adjátok már hülyeséget. Á, nem. Volt ilyen ugye, de ő akart eljönni inkább, azt hiszem a spanyol után. Spanyol ütközés után. Kirúgásról szó se volt. De nem kirúgás volt. Ő mondta volna, hogy jó van gyerekek, én akkor itt befejezem az egész történetet és visszlátom. Tudod mi a szomorú ezzel a visszavonulással, hogy lenyomott 10 évet, nyert egy VB-t, abba hagyta a csúcson. Igen, uh-huh. Mondjuk úgy. Igen, abba hagyta a csúcson, igen. Van olyan ember, aki meg se élhette, illetve ki se tud annyit fizetni, hogy versenyezzen. Igen. Érted? Igen. De nem tudom. Páratlan és abszolút. Figyelj, hogyha ezt mondjuk... Borzasztó. Elmondjam mondjuk, mint Button mondjuk a olasz nagy díjnál, hogy gyerekek, függetlenül a végeredménytől én most visszavonulok, az megint egy más dolog. Persze, hát az más egyértelmű. Mert érted, most arra gondolok, hogy ha most nem nyeri meg a VB-t, akkor nem vonul vissza. Érted? Nem tudom, igen, hát igen, ez érdekes. Igen. Mert ugye neki ez volt az álma, ez volt az élete célja, hogy meglegyen egy VB, és kész. Uh-huh. Uh-huh. És azt mondtam most ugye, hogy a családjával akar lenni. De most teszem fel a kérdést, hogy ha nem nyeri meg a VB-t, akkor 10 évig, akkor még 10 évig marad, vagy nem tudom. Érted? Figyelj már, egyébként itt írják is, hogyha Alonso mondjuk átmegy, akkor Van Dorn mellé kimegy. Mert nem hiszem, hogy Buttont visszaraknák. Ezt kizártnak tartom. Intézne úgyis a McLaren valakit. Tehát én azt mondom neked, hogy ez úgy megy, mint a labdarúgásba. Ha azt mondja a Merci, hogy neki szüksége van Alonsóra, kifizeti a szerződéséből, és beültetik. Uh-huh. Utána a McLaren azt csinál, amit akar a második üléssel.
De lehet, hogy a McLaren fog, hogyha megkeresik őket, a McLaren meg beint, és azt mondják, hogy ember, hát dehogy adom oda, hát ez az egyetlen értelmes versenyzőn van. Aha. Én mondok neked négy nevet, akire gondolok. Na. Négy név. Az első az Wehrlein, a második Alonso, a harmadik Button és a negyedik Vettel. Ez a négy név. Ez a négy név. Aki esélyes. Az ülésre. Ez a négy név. Itt írják, hogy Alonso már öreg, nem fogják leigazolni. De hát Rosberg sem hát volt öreg, azt lelépett mégis hamarabb, mint Räikkönen. Senkit nem érdekel, hogy hány éves. Olyan tapasztalattal bír, mint szerintem senki az egész mezőnyben. Vagy akkor azt mondja Vettel, hogy ú, jó, figyelj, akkor rácsörgök már valakire. Mert elege van a Ferrariból, meg mit tudom én, érted? Folyamatosan szarakodnak, két éve semmit nem csinálnak. Mondhatja azt is. Mondhatja azt is ő is, hogy jó, rácsörgök már valakire akkor. Tehát mindenféleképpen azt mondod, valami világbajnok fog menni. Vagy hát ugye Nem, az első opció az Wehrlein. Állam. Itt írja egyébként Molnár Ádám, hogy ez csak egy jó kis műsor volt a Mercitől, nem véletlenül Okon ment a Force Indiába, és nem Wehrlein, és egy vigyorgó jel van ott. Hát nem tudom. Ezt felejtsétek el. Gutierrez ez megy oda. Az fog menni, igen. Ezt felejtsétek el. Nekem Vettel is fura lenne. Hát nem tudom. Vettel írja Bence is, hogy a Vettel Hamilton páros az pusztító lenne. Pusztít a páros. Pusztít a páros. Hát igen, csak akkor kérdés, ki menne a Ferrari, a Räikkönen mellé. Hát oda van még opció, nekik több is. Gutierrez. Hát akár, ott van Vettel, akkor Leclerc, meg Grosjean is ott van. Azt mondod, akár. Ezzel most nagyon meg lett bolondítva hirtelen a nagy jövőévi szerződések? Nagyon. Mert akkor de az átmegy lehet, hogy innen oda, amaz átmegy innen ide, amaz ide. De várj, lehet, hogy csak én variálom túl az egészet, lehet, hogy egy olyan egyszerű dologgal megoldják, hogy Wehrlein beültetik kész. Azt köszönjük szépen, így. Így van. És Kajak felhívta Hamilton előtte? Fel, előtte felhívta. Elmondta neki. Felhívta, elmondta neki, hogy ne a izéből tudja meg a médiából. Azt nem nyilatkozták, hogy mit szólt. Uh-huh. Ehhez mi volt a reakció. Küldött egy üzenetet, de szerintem fogunk látni nem sokára a reakciót tőle is. Szerintem. Niki Lauda szerint Rosberg döntése hatalmas gondot jelent a számukra. Miért jelentene semmi gond nincsen? Hát mondjuk a csapat erőség az biztos, hogy csapatni fog, hogyha nem olyan versenyző megy, mert ugye jövőre két világbajnokkal támadtak volna. Ugyanúgy. Igen. Most röpködnek a nevek a csapat körül, köztük Alonso és Vettel neve is. Ám mindkét versenyző 17-ig kötelezte magát jelenlegi csapatánál, tehát még egy egész szezonra érvényes szerződéssel rendelkezik. De azt ki lehet fizetni, hát azon semmi probléma nincs ér. Igen, Morris a Kaltenborn már csinált ilyet, hogy azt hiszem 3 vagy 4 versenyzőt leszerdőztetett a két autóra, tehát... Emlékszel ezért? Hogy hívták? Tudod, az a holland gyerek. Az is holland. Azt ki kellett fizetni. Várj, ma hogy hívták már? Tavaly évelején volt a cirkusz. Hogy most? Jaj, Van der Gaard. Van der Gaard, így van még ezért. Ja, de az nem... A Sauber volt, igen. Sauber. Igen.
Hamilton Verstappen páros lenne a legpusztítóbb. Á, nem, az borzasztó kemény lenne. Nem fogják össze. Azt nem, soha. Meg a Red Bull el se engedi, tehát kifizethetné neki 100 millió eurót, akkor se fogják elengedni. Hamilton Verlányt azért megnéznék. Nem? Az lesz. Ugye? Az lesz. Szerintem arra van a nagyobb esély, és utána jön Alonso. Mert igazából Verlány lóg a levegőbe még, úgymond. Igen, nagyon. És... nem tudom, és akkor igen, esetleg 18-ban. Írja József is, hogy egy szerződés kivásárlás nem nagy gond, ezt mondom én is, az semmiben nem telik le, hogy kifizetni 30-40 milliókat egy izéért. Hát igen. Mátonátum is visszavert. Az. A gyerekek a Mercedesben nem olyan pilóta kell, aki pénzt hoz, tehát ott nem arra mennek, hogy most úristen, hát, mennyi szponzorok. Ott nagyon. Ott nagyon nem. Ott nagyon nem. Verlány lassú. Hát... eddig szerintem nem nagyon tudtuk megnézni, mert a Manoron kívül más autóban még nem ült. De mondom, szerintem ezt fogják először szem előtt tartani, hogy nyugalmat akarnak. Igen. És akkor azt mondják, hogy jó, a Verlány. Csak az a baj, hogy vele meg nem biztos a konstruktőri cím. Mert érted, mi van, hogyha nem hozza stabilon a dobogós helyezést? Uh-huh. Hát és most azért elég nagy előnnyel nyertek, most is, nem? Hát nagyja, de hát most érted, oda kell tapasztalat is. Mondjuk, ha belegondolok egyébként erre a kell tapasztalatra, hogy Villeneuve-t mikor bekúrták 96-ba, abba a űr izé Williams Renault-ba, ami tehát ilyen, nem is tudom, 2,1-et adott a második helyezetnek. 97-be. Igen, tehát az is nulla tapasztalattal rendelkezett szinte, csak egyszerűen olyan autó volt alatta, hogy úristen, hát azt ha te ültél volna be és behozod elsőnek, érted? Hát lehet. Igen, lehet. És azért nem, azért higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokat javít az embernek a, hogy mondják, a moráján egyébként, meg így a tudásán, ha egy bajnok autót kap. Nem azt mondom, hogy mindenkinél, mert láttunk már például Mika Szállót Ferrari-ba, láttunk már Luca Badoert láttunk Ferrari-ba. Igen. Picsikellát is láttuk már Ferrari-ba. Úgyhogy... így van. Pedro de la Rosa-t is láttunk McLaren-be. Tehát... igen. Meglátjuk. Vagy mondom, akkor azt mondja Alonso, hogy még egy évet lenyom, és akkor de a Mercibe. Hát igen, egyébként az is benne van. Még egy év. Rendben van, hogy nem biztos, hogy domináló csapat lesz a Merci jövőre, de biztos, hogy ott lesz az élen. Tehát így úgy, van. Tehát úgy erre... számolnak vele, hogy... Erre azért tényleg nem szabad mérget venni, mert látjátok, hogy egy-egy ilyen éraváltás mekkora nagy felfordulást tud okozni. Nézd már, mit írnak. A rohadt sok idő van még az új évhez, még ne gondolkozzatok előre, Rosberg nem is biztos, hogy akkor segget fog csinálni a szájából. Nem micsoda. Hiszem, hogy az hát most, nagyon gáz lenne. Leírt a fél oldalba, hogy mivel indokolja, hát most hülyeskedjetek már a hülyeséggé. Azok a cikkek. Lauda elvállalja és Hamilton csapatása. Azt rámontírozták. Az Ferrari fejé. Lauda fejé. Jó, Istenem. De mondom, engem ezt teljesen hátba vágott. Hát, gyerekek. Érdekes lesz a következő pár napnak a anyagát majd olvasni meg minden, hogy akkor mi lesz, hát hogy persze, lesz. Hát persze, hát hogy nem az. Perez? Persze. Hát,
Perez is benne lehet egyébként szerintem. De hát én már a McLarennél egyszer bebukott. Nem. De ez Merci. Hát jó van, hát az is Merci. Nem tudom. A hatásos dózis. Nem tudom. Van most nem tudom. Olvasom Hamiltonnak a reakcióját. Jackie Stewart meg Alain Prost is hasonló elhatározásra jutott a év végén egyszer. Hát igen. És a mérgezési dózis. Hamilton azért keményen fogalmazta be a mondandóját. Mert az hol van? Box utcán. Várjál, átküldöm. Box utcában van? Itt van, átküldöm. Nem lepte meg Rosberg döntése. Ott van a kép alatt a tűzéje. Szedi az áldozatait. Ne vegyük be a dolgot. Hát ez beszalás. Magam értesítettem Lewis még az megelőzően, hogy bejelentést tettem volna. Annyi sok csatánk volt, olyan sok közös pillanatunk, hogy úgy éreztem, hogy meg kell osztanom vele a döntésemet. Főleg a tegnapi posztja után, ami kedves volt tőle. Mert mit írt? Azt én nem láttam. Na mindegy, nyilatkozta Rosberg utalva arra, hogy Hamilton valójában szerda este közé tette az egyik közös gokartos fotójukat, és gratulált neki a bajnoki cím. Ja, ez volt az akkor. Ma este talán beszélgetni is fogunk, eddig csak röviden informáltam, a lényeg az volt, hogy a lehető leghamarabb megtudja, így küldtem egy üzenetet neki. Az FIA pénteki bécsi díjátadó gáláján Lewis Hamilton bajnoki másodikként szintén hivatalos, így első kézből a helyszínen kérdezhették őt véleményéről. Talán én vagyok azon kevés emberek egyike, akit ez nem lepett meg, nyilatkozta. De ez azért van, mert már régóta ismerem őt. Ez az első alkalom, hogy nyert ellenem a 18 évünk alatt, és ezért nem lepett meg, hogy úgy döntött, abba hagyja. Emellett már van családja is, akikkel foglalkoznia kell, és van egy gyereke, és a Forma 1 nagyon sok időt elvesz az életedből. 13 évesek voltunk, amikor együtt kezdtük, és mindig is arról beszéltünk, hogy bajnokok leszünk. Amikor csatlakoztam a Mercedeshez, Nico már ott volt, és erről is beszéltünk gyerekként. Nagyon-nagyon furcsa lesz és szomorú, hogy nem lesz a csapatunkban jövőre, az egész sportágnak hiányozni fog. Minden jót kívánok neki. Fogalmazott a háromszoros világbajnok. Hát minden igen. Esetben azért ez jó. Jó, hogy ott van a... Elküldtem a képet, amit tegnap kiakott. Uh-huh. Azért ezek szép szavak voltak, meg minden. Hát igen. Hát akkor két bajnok távozott idén, Button és Rosberg. Igen. Mondhatjuk azt. Hát gyerekek, akkor ennyi. Hát én is sajnálom amúgy. És ott van a óriási kérdőjel, hogy akkor most ki lesz, hogy lesz, mint lesz. Majd meglátjuk akkor. De most rendesen felforgatta a dolgokat. Fel, úgyhogy... Figyelni fogjuk majd mi is ott a dolgokat, meg majd live-ok alatt majd úgyis majd kibeszéljük, hogyha lesz valami új információ. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor... Én is köszönöm. Most este dolgozol, ugye? Aha. Dolgozol. Én meg gyerekek szerintem szabad edzést tartok majd Amerikába, úgyhogy szerintem olyan 7 óra körül megkezdjük az amerikai szabad edzéseket. Oké, majd cseten leszek. Jó van. Na akkor, sziasztok! Nico Rosbergnek jó pihenést, aztán majd meglátjuk, hogy igen. Mi lesz. Köszönjük az eddigi 10 évet. Így van. Sziasztok! Na, sziasztok! Eddig még nálunk soha nem ünnepeltük meg a október 23-at. Sajó kápolna. Sajó kápolna.